Július 5-e és 7-e közötti már 6. alkalommal rendezi meg a Gyürkőc Fesztivált a Vaskakasbáb Színház. A színes programokról csütörtökön sajtótájékoztató keretében számolt be az idén 280 előadást játszó társulat. Az önkormányzat a kezdetektől támogatja az egyik legnagyobb városi rendezvényt. Azok a programok, a tapasztalataim azt mutatják, ahol a gyermekek kerülnek a középpontba, ezek vonzák természetesen a gyermekeken kívül a szülőket és a nagyszülőket is, és ez a fesztivál most már ebben az esztendőben azon eseményei közé tartozik a győri kulturális életnek, amelynek a legnagyobb a látogatotti létszáma, és én nem kívánok mást a jövő hétre, csak azt, ami ezen a szemüvegen is látható, mosolyt mindenkinek az arcára. Számos kulturális intézmény, hotel és étterem csatlakozott a Gyürkőc Fesztivál támogatói köréhez, így a fesztivál ideje alatt kedvezményesen vehetők igénybe a különböző szolgáltatások, sok esetben teljesen ingyen. A Mobilis, a Zichy Ferenc látogatóközpont, a Rábakvelle élményfürdő, de többek között a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum is bekapcsolódott a kölyök kalandba. Nagyon hasonlóan gondolkodunk, mint a Győri Vaskakasbáb Színház a múzeum részéről mi is, hiszen számunkra is nagyon fontos, hogy minél több kreatív játékot és örömet szerezzünk a gyerekeknek. Ezért úgy gondoltuk, hogy gyermekmúzeumunk kiállítását és a Mosos Miklós Ház kiállítását kínáljuk az érdeklődőknek. A Kisalföldi Erdőgazdaság is támogatja a fesztivált, éppen ezért a sajtótájékoztatót követően egy oszlopos tölgyet, vagyis egy gyürkőcfát is elültettek a szervezők, a környezettudatosság lévén pedig egy fűzfalabirintus is látogatható lesz majd a jövő héten induló Fergetegen. Életképek a Gyürkőc Fesztiválról. Idén is rengeteg program várja a kicsiket, így lesz Mesesziget, Babakert, Vusli utca, Kacsaúsztató, Tudorpart, Varázshíd vagy éppen Gyürkőc falu. Minden rendben van, legalábbis azt mondják a vízügy szakemberei, hogy minden rendben lesz, és hogy a gyerekekkel el tudjuk fújni az esőfelhőket is, ahogy szoktuk, az árvíz visszavon, úgyhogy lesz Gyürkőc Fesztivál a Radó-szigeten, a Mihálkovics sétányon, a Kazinci utcában, a Széchenyi téren, a Bécsi kaputéren, úgy, mint meg a Szekmester utcában, úgy, mint eddig minden éven, ugyanolyan nagy kínálattal. Természetesen a kultúra és a sport ezúttal is összefonódik a rendezvényen. Az idei Gyürkőc olimpiára közel 350 résztvevőt várnak. 8 sportágban mérhetik össze a gyermekek, gyerkőcök a tudásukat. A hagyományos olimpiai sportágokat próbáltuk megcélozni. Atlétikában, úszásban, teniszben, labdarúgás, kézilabda, utcai kosárlabda, strandröplabda, illetve még egyet szerintem igen, a grundbirkózás. A belépő a Gyürkőc Fesztiválra most is egy mosolygós fénykép lesz. Az ezzel járó karszalaggal minden helyszínt ingyenesen látogathatnak a gyerekek.